Szentgyörgynapi Egy Gyermek, Egy Palánta akciót szervezett április 24-én a Háromkirályok óvoda. Ezen a hétfő délelőttön kicsit hűvös, de napsütéses időben fogtak hozzá az óvónénik és a gyerekek a virágpalánták elültetéséhez. A városban sokan emlékeznek még arra, hogy a Háromkirályok katolikus óvoda korábban néphagyományőrző nevelési program alapján dolgozott, amelynek része volt a györgynapi virágültetés is. A katolikus óvoda ehhez a hagyományhoz hozzáillesztette azokat a legendákat, amelyek Szent György alakját örökítették meg. Szent György ünnepe a magyar katolikus lexikon szerint április 23-a, a keresztény egyházakban április 24-e. Ezt jelzi a ma használatos naptárunk is. Április 24-ét Európa nagy részében a tavasz kezdeteként tartották számon. Sok népnél a megtisztulás, a takarítás, az újrakezdés szokásai kapcsolódnak hozzá. Magyarországon és a szomszéd népeknél e napon történt az állatok első kihajtása. A magyar népi hitvilágban Szent György napján a boszorkányok, rontók ellen kell védeni az állatokat, a portát. Az óvoda folyosóján találtuk meg a felhívást, amelyben arra kérték a szülőket, hogy a Szent György napi Egy Gyermek, Egy Palánta akcióban való részvétellel, vagyis egy virágpalántával, vagy az ültetéshez szükséges virágfölddel járuljanak hozzá az óvoda udvarának szebbétételéhez. Azok a szerencsések, akik kertesházban laknak, már biztosan jól körbejárták a piacot vagy a kertészeteket, hogy virágpalántát vásároljanak. Az tény, hogy virágültetés ügyében egy kicsit elkényelmesedtünk. Már nem kell otthon tejfölös dobozban őrizgetni, nevelgetni a kis magokat, hogy a megerősödött palántát kiültethessük a már felmelegedett földbe. Helyette több helyen válogathatunk a már szépen virágzó, egyszerű kis műanyag dobozban földdel együtt árult virágok között. Van, amelyiknek borsosabb az ára, de mindenki pénztárcája szerint válogathat. A szülők nem sajnálták az 1-200 forintot, így a rengeteg szép virág gyűlt össze az óvodában ezen a napon. Bár kicsit hűvös volt az idő, de a nap szépen sütött, a gyerekeket felöltöztették, és kezdődhetett az érdekes játék a kicsik számára. Az udvar egyik részén egy dombocska virágföld várta a kis kertészeket, amit cserepekbe, virágládákba kellett belelapátolni. Ezúttal jó szolgálatot tettek a raktárból előkerült homokozó eszközök. Érdekes módon a fiúk voltak lelkesebbek, még bele is térdeltek a puha földbe, hogy alaposabb legyen a munka. A program egyébként fakultatív volt, sokan inkább az udvari játékokat választották, de ahogy nőtt a jó kedv, és egyre látványosabb lett az udvar, még többen csatlakoztak a kertészekhez. Az óvónénik irányításával folyt a munka, ezúttal is, hiszen meg kellett tervezni, melyik virág hová kerüljön. Színe, magassága, nagysága alapján. Sokféle virágzó növényt láttunk az udvaron, a legtöbben muskátlit hoztak. Ennek a virágnak nagy előnye, hogy tavasztól őszig virágzik. Láttuk a gyerekek kezében az árvácskákat, mézvirágot, koralkát, százszor szépet. Két helyre lehetett ültetni a palántákat, az épület előtt álló óriási műanyag cserepekbe, vagy a virágládákba, amiket az ablakpárkányokra helyeztek el az óvónénik. A gyerekek lelkesedése és lapátja nem ártott meg a virágoknak, hiszen a földlabdával együtt könnyű volt a palántákat elültetni. Az ültetés után következett a locsolás. Itt már jobban kellett vigyázni, nehogy túl sok vizet kapjanak a növények. A felnőttek és a gyerekek közös munkájának eredményét mindenki megnézheti, aki megfordul a Háromkirályok óvodában.